Hatalmas, mintegy 18,5%-os esés várható a világkereskedelemben a kereskedelmi világszervezet előrejelzése alapján. A WTO szakértőinek elemzései szerint a koronavírus járvány okozza a visszaesést, ami azonban akár még ennél is rosszabb lehetett volna. Tudjuk, hogy a koronavírus járvány megrengette a világgazdaságot, ennek következményeképpen pedig a világkereskedelmet, közölte a WTO távozó igazgatója. Közgazdászaink becslései szerint 18,5%-os esés várható 2020 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Ez a zsugorodás történelmi mértékű, a valaha mért legmeredekebb esés. A WTO áprilisi éves előrejelzése alapján a világkereskedelem 13,32%-kal zsugorodhat idén.